A rendőrség annyit közölt, hogy elfogták és előállították a 69 éves Gyél Tamást, akit emberölésre való felbújtással gyanúsítanak. Kerestük Gyárfás Tamás, de mindkét telefonját kikapcsolta, ahogyan ügyvédje Bánáti János is. 1998. február 11-én kora este állt meg autójával egy piros lámpánál Fenyő János. Néhány pillanattal később egy fegyveres lépett az autója mellé, és egy gépfegyverből tüzet nyitott. 19 lövést adott le a támadó, abból 4 talált el Fenyő Jánost, aki azonnal meghalt. Hosszú évekig nem sikerült elfogni a tettes. Az ügyaktáját végül 2002-ben le is zárták. Az ügy 2011-ben vett fordulatot, amikor magyar kérésre Szlovákiában őrizetbe vették József Rohácsot, miután kiderült, hogy az ő DNS mintáját találták meg a helyszínen a Fenyőgyilkosság nyomozói. József Rohács a bírósági tárgyaláson azt állította, hogy Gyárfás Tamásnak köze lehet a média vállalkozó megöléséhez. Rohácsot végül a Fenyőgyilkosság és az Aranykéz utcai robbantás miatt életfogytiglanra ítélték. Gyárfás Tamást meghallgatták az ügyben, de akkor nem gyanúsították meg. Az újabb fordulat a közelmúltban történt. Az elítélt József Rohács öccse ugyanis azt állította, hogy van egy felvétel, ami segíthet az ügy lezárásában. Egy hete emiatt kihallgatták Portik Tamást, akit felbújtóként ítéltek el az Aranykéz utcai robbantás miatt. Sajtóhírek szerint a felvételen Portik Tamás és Gyárfás Tamás beszélgetése hallható még 2004-ből. Most éppen lakhelyen hagyási tilalomnál tartunk, de hogy mire adásba megy, mi lesz, én azt nem merném megjósolni. Minden este otthon lesz, tehát azért elég gyorsan otthon, igen, tehát hogy volta. Az szerintem szinte biztos. Tehát az első nagy felfutás után, amikor tényleg viszik és loholnak utána az újságírók és lefényképezik lehajtott fejjel az autóban, azért elég gyorsan lefutott. Tehát ennek is volt egy íve, tudom, ez az én gumicsom elméletem, de egyébként tényleg látszik, hogy nagyon furcsa az időzítés. Ennek az miről szól a történet? Időzítésről. Időzítése a minek? Nagyon furcsa, hogy ez most kerül elő. Na, egyszerűen én olvasom a kommenteket, az emberek legnagyobb része nem azt a kérdést teszi fel, hogy mi történt, hanem hogy miért most. De mi nekünk ezzel mi a válaszunk? A kommentelőktől függetlenül. Kálmán, te mit gondolsz a történetről? Én egyrészt nem értem, hogy miért beszélgetünk róla, ha egyszer gumicsont, ha tényleg az, nem tudom. A másik az, hogy én azért beszélgethetek erről, mert semmit nem tudok róla. Szerintem, aki a gyártás ügyről megszólal, az valószínűleg semmit nem tud róla, mert szerintem, aki tud róla valamit, az mélyen hallgat. Legalábbis az ilyen típusú eseteknél ezt én el tudom mondani, hogy annak idején Farkas Zoli jó voltából, ugye a 168 óra nem folytatódott, mert Mester Ákos nem jött vissza a 94-es kirúgatások után, és én nekem volt módomban Gyárfás Tamással és Fenyő Jánossal is beszélgetni, és azt mondta akkor, már nem tudom, melyikük mondta másik, az egyik azt mondta, hogy ha engem cseszegtet, akkor a másik mondta, én pöcögtetem. Hát ez most idáig jutott belét, hogy Fenyő János közben meghalt, ami azért nem. Igen. Én azt hiszem, hogy használjuk ki a gumicsontot, teljesen egyetértek, hogy itt 3-4, nem is biztos, hogy... Jó, mi a lerágható erről a gumicsontról? Egy dolog lerágható, a tanulság. Hogy? Hogy a minden határon túl gerinctelenül is kollaboráló ember is úgy jár, ahogy járhat. De ezt mi alapján mondod? Hát érdemes végignézni ezt az egész, hogy mondjam, 2010 óta futó pályaívet, amit lefelé ez a hatalommal mindig kiegyezni tudó, együttműködni tudó ember képes volt futni, és ahogy a Fidesz a napi érdekeinek megfelelően hasznosította, majd eldobta, mint a kifacsart citromot, ahogy szokták mondani. Nem túlzott. Elmondom. Először ugye meg akarták semmisteni, mert ugye bojkottálták a Nap TV-jét, és tehát fő ellenség volt. Utána fölkínálta a nagy sporteseményt, ami rettenetesen jól beleillett a politikai képbe, amire nagy szüksége volt, a úszóvilágbajnokságról beszélek, ugye? Még felajánlotta a futballvilágban, futball Európa bajnokság megszerzését is, ami végül is azért nem sikerült neki. Aztán egyszer csak hip-hop, mindenki csodálkozott, amikor Hosszú Katinka egyszer mondott róla egy rossz mondatot, és aki egy kicsit úgy nagyjából a politikában volt, nagyjából sejthette, hogy ez a gyárfás korszak vége, és csak az volt a kérdés, hogy a Fenyő ügy mikor fog előkerülni. Közben eladta
kénytelen volt eladni a megszüntetni és eladni a televízióját, a televíziójának az épületét. Magyarán megmondva, egy kiüresített, lemondott az úszószövetség elnökéről, megtartotta még ezt a nemzetközi tagságát, ugye abban az Orbán kormánynak már nem volt különösebb beleszólása. A végén már csak a puszta létezése maradt, amit még most gumicsontként kihasználnak a választás után egy cirkusz elfedésébe. Hát ez egy gyönyörű szép pályaév, hogyha végignézzük. Én mondjuk nem sajnálom gyerekes. Nem sajnáltam. De ez egy kicsit olyan volt, mint egy áldozat, tehát mint akit szerintem ennél azért sokkal vitatottabb és összetettebb az ő személy. Mondhatjuk azt, hogy megérdemelte, de a tényeket nem változtam. Mit érdemelt meg már? Igen, hogy... Én csak azt mondom, hogy indulataim szerint mondhatjuk azt, hogy megérdemelte. Mert mindenkinek megvannak az előítéletei, bárkivel beszélsz. Azért nyugtasnak, hogy a fasizmus módszerével kapcsolatban az nem előítélet volt, mert akkor nincs jelentősége. Hogy érted, hogy nem előtt? Hát, hogy nem az indulat szólt akkor belőled. Hát könyörgöm. Beazonosítottad. Ungvári Rudolf egy egész könyvet írt ennek a részleteiről, és rengeteg sokan írtak erről. Ezek jól azonosítható módszerek és motívumok, amik újra és újra előnek. Ez nem kell különösebb indulat. De indulat ezt volt a teljesen forradalom hideg, józan ítélettel meg. Hát minden forradalom indulat természetesen. De amikor beszélsz róla, akkor abban benne van az, hogy a racionalitásodon már csak valami olyan tényezőt tud segíteni. Nem, nem. Ezért racionalitásom lehető, mint egy lehetséges megoldási módról beszél adott esetben a forradalomról. Én nem forradalmár vagyok. Kicsit olyan ez most a gyárfással kapcsolatban, hogy mi ezt is megtehetjük, aztán majd szabadon engedjük. De nem, én egyébként iszonyú ízlésnek tartom azt, hogy azért végig elemzünk egy pályaivet, vagy ilyen jól felvázolod a pályaivét a gyárfásnak, és ne felejtsük el, hogy ezt a pasast, ezt konkrétan, vagy ezt a kollégát, mert hiszen újságíró volt, azzal vádolják, hogy felbújtott egy embernek a megölésére. Jó, de arról nem egy 20 év ezelőtti eset. De arról nem hát, tudunk semmit. És olyan. Ezért gondolnám, hogy váljuk már meg az Isten szerelmét. Ő nem arról beszélt. Én tényekről beszéltem. Miért mondta az Zoltán, hogy megérdemelte? Azért mondta, amit az elején, ahogy felvezette, a hatalommal való kiegyező képe készsége miatt. Na de mi köze van egy emberölés felbújtására való vágya valakinek a pályai elemzésén? Szerintem nem jó konnotáció. Más logika mentén haladtok. Jó, én annak a logika amellett haladnék, hogy valakinek itt most, akár gumicsont, akár nem, az életéről van szó, aki vagy elkövetett valamit, vagy nem, nagy szerencsénkre ezt mondjuk ki fogják vizsgálni, és be fog bizonyosodni. Én addig nem, hogy mondjam, egyéb ítéletet a gyárfás ténykedésével kapcsolatban nem kockáztatnék. De figyelj, valakit elvittek egy nagyon komoly váddal, akinek van gyereke, van felesége, a gyerekének karrierje, szóval, hogy én ezt értem. Ne tegyünk már úgy, mintha nem arról lenne, ez emberölési vád. Ez szó nem volt erről, abból, amit én mondtam. Az, hogy ezt az emberülési fádat fölhasználják az ő pályaivének az alakításában, az egy egészen más dolog, de én erről nem beszéltem. De az egy nagyon súlyos dolog. De most már fülgyész van az a történetben. Fűgyész. A fűgyész, akit szintén letartóztattak, nem tudom, mit csináltak vele, pontosabbnak kéne lennem, nem áll nekem jól. Beszélsz, péntek délelőtt, tehát ma a felvétel időpontjában, ha a szerkesztő a fülemre suk, akkor pontosan megmondja, hogy mi történt. Vagy most kénytelen leszek a telefonomból előkeresni. Jó, mindegy. De én azért egy fűgyészt is előállítottak, de most megnézem a telefonomból. Azért is tisztem, és ahhoz tartom magamat, addig te kikeresheted a telefonodból, hogy akármi is történt ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy történt-e valami vagy sem, az egy bevárást érdemlő dolog, mert túl súlyos az ügy maga. De ki beszélt arról, hogy a gyárfás elkövetett, vagy én szavaim között találsz-e olyat, ami a gyárfásnak a cselekedeteit e tekintetben... Biztos nem hallottad, hogy én azt mondtam, hogy mindaz, amit az imént fölvázoltál, és nekem ezzel kapcsolatban van kiforrásom, bármilyen egyéb ügyben lehetne egy alapos elemzés tárgya. Kivéve, ha valakinek olyan mértékben van az életéről szó, hogy vagy ő ölt meg valakit, vagy nem ölt meg valamit. Lett az a volt fűgyész, akinek Gyárfás Tamás októberben átadta a hangfelvételek leíratát, ám ő mégsem lépett, közölték a hatóságok. Na jó, és akkor ez jó hír, hogy az is gyanúsított lett, akinek egykor átadta, ki volt a főügyész.
akinek átadta. És nem szeretnék rossz nevet mondani, amit aztán korrigálni kell. Mondjuk egy kicsit ez is olyan, mintha az időzítés kérdés ugye megint előjön. Azért igen, tehát hogy tulajdonképpen most ezek szerint azt is bevarták, aki nem lépett akkor, tehát mint hogy meg kéne magyarázni, hogy miért most. Egyébként mondjuk még annyit azért erre, én annyira nem bízom a Polt Péter vezette ügyészségben, hogy várjuk meg, amíg majd szépen kideríti, szerintem az életben nem fogjuk megtudni ennek az ügynek a legfontosabb részeit, mint hogy az sem, hogy miért most kerül elő. Tehát egy kézivezérelt ügyészség esetén szerintem ez abszolút célzatos és előre. Még egy mondatot engedjetek, mert csak nagyon halkan, rövid leszek. Ha azért mindenki arra a sorsra jutna, mint a gyárfás, aki egyébként a hatalommal kollaborált, akkor tele lenne velünk a hírek. Jut. Ez egy nem volt magyaros mondat, de elnézést. Ez nem, szerintem külön véleményem van, ez szerintem most ebben az esetben nem a Polt Péteren múlik. Tehát valószínűleg tényleg nem fogjuk soha megtudni. Nyilvánvalóan bérgyilkosság történt, hiszen az, aki elkövette, az egy közismert bérgyilkos volt, és a bérgyilkosság az olyasmi, egy kicsit, mint a prostitúció, hogy nem szokták írásban lefektetni a szerződés és feltételeit a dolognak, hanem meg szokták szóban beszélni, és ezért nem fogjuk megtudni. Pont ebben az esetben nem hiszem, hogy a Polt Péter lesz a bunyó. Én azt mondtam, hogy a Polt Péter által vagy az ügyészség lesz a bunyó. Az ilyet nagyon nehéz. Nem, arra gondoljunk, hogy olyan közegben élünk, olyan módon van elbizonytalanítva az ember tényekbe, áltények között tévelyegve, hogy bármikor hihetünk Gyárfás Tamásnak is, aki azt mondja, hogy ez egy agyonkompilált, agyonszerkesztett hamis hangfelvétel, hogyha ez a perdöntő bizonyíték, mert el tudjuk önmagunkról is képzelni, hogy holnap a gépünkbe találnak adózásunkra, gyermekpornográfiára, bármire vonatkozó izéket, ha akarnak, és ha el akarnak, mert kell. És mert a választásokról is úgy gondoljuk, hogy úgy történtek, ahogy történtek, meg a bíróságokról, meg a főügyészekről néha úgy gondoljuk, hogy úgy ítélkeznek, vagy úgy vádolnak, ahogy vádolnak, és ahogy ítélkeznek. Hát ez itt a probléma, ezért sem fogjuk soha megtudni, mi történt. Beszélünk, amiről a legelején kezdtünk beszélni, de akkor se fejeztük be, hogy az ég egy adta világán mindenben bizonytalanok vagyunk. Minden esetre a média jelentős része, az most ott elcsorog egyébként Gyárfás Tamás házáról. De a média is, de az Zoli a médiáról beszélt, elég jól ismeri a médiát. A média egy része ezt írja, azt írja, és az osztályfőnök, elnézést a miniszterelnök úr pedig ki tudja használni azt a helyzetet, hogy 8 vagy 10 évvel ezelőtt nem volt alapvetően ilyen a státusz quo. Álmodozom arról az ideális világról, amiben 5 éves lányom volt annak idején. De attól az nem biztos, hogy jobb volt. Nem, hagyd mondjam végig. Bocsánat. Amikor azt mondta, hogy ez igaz, mert ez le van írva. Ez milyen jó. Jó, én mindig abból indultam ki, hogy a Bábszínházban még mindannyian együtt kiabáltunk akkor, amikor jött a boszorkány, és aztán tessék, kijövünk az életbe, és amikor jön a boszorkány és listáz, akkor mégis azt mondjuk, hogy ez minket nem szavar. Vagy mi azt mondjuk, hogy megkérjük a kezét, mert megéri. Vagy hogy azok érdemelik meg, akiket egyébként listáznak. Én csak sóhajtozni tudok. Mi is? Pár mondat van még, 17 másodperc. Mivel töltitek? Mondjuk ez a, mivel a listázás ugye a figyelőhöz kapcsolódik, ez a boszorkány, és az, hogy ez mit már a tulajdonába került, ez különösen jó volt így a végére. Igen? Akarsz-e sóhajtani? A figyelő németül. Beobachter. Fölkiser. Fölkiser, Beobachter. Nem tudom, hogy mond-e ez a újságcím valakinek valamit. Hát mindenkinek jó estét kívánok.